Köszöntöm a kincsvadász nézőit! Életünk a születéssel kezdődik, ennek során válunk a családunk és tágabb környezetünk tagjává. Az emozzanatot jelölő népi szokások igen gazdagok, és annak ellenére, hogy gyökereik régmúlt időkben nyúlnak vissza, betartásuk ma is iratlan szabály. Mai műsorunkban ezek közül fogunk néhányat feleleveníteni, és ezért székelyföldi, pontosabban csíkszentdomokosi szokásokról fogunk önöknek mesélni. Itt még ma is élénken élnek azok a hagyományok, amelyek az újszülöttet egyre inkább beillesztik a környezetükbe. A beavatási rituáléről Balázs Lajos fog nekünk mesélni. Szentdomokoson a gyermeket háromszor avatják be. Ebből csak egy az egyházi keresztelő, a templomi keresztelő. Azon kívül van két beavató ritus, mind a kettő profán. Beavatják a családhoz, a házhoz, legközelebbi útszéli keresztfánál. Beavatják aztán a templomi keresztelő után otthon, amikor bedugják a gyermeket az asztal alá. Mondván, hogy pogánykát vittünk, keresztényt hoztunk, akkor a keresztanya bedugja a kisbabát úgy pólyástól az asztal alá, és az édesanyja túlfelől a karjába veszi. A valahova való tartozás és az összetartozás eszmei spirituális megvalósítása, hogy oda tartozó legyen, oda, abba a körzetbe, ahol élnek a szülők, a rokonság. Mert hogy régen a falu szerveződés, a telepítés az így történt, rokonsági, meg elsőm a rokonsági alapon. Oda tartozó legyen. Templomba, hogy a templomba tartozó legyen, az egyházhoz tartozó legyen. De az egyénnek a legfontosabb centruma az a saját lakása, a háza. És a házon belül van az asztala, ahol évszázadokon keresztül összegyűltünk, leültünk, együtt étkeztünk, és ez volt egyébként a dolgok, a sorrend, az elvégzett dolgok és soron következő dolgok megbeszélése. Ma a legtöbb keresztény ember vallási beavatásban részesíti újszülött gyermekét, akkor, amikor megkereszteli. Balázs Lajos azonban figyelmünkbe ajánl egy olyan szokást, amely feltehetően már kevés helyen él. Amikor kezdtem a gyűjtést 1972-ben, és aztán kora reggel mentem a holautóbusszal, vagy a holavonattal, mentem a falu belseje fele, kora reggel, tehát ez reggel olyan 8 óra tájban volt, jött velem szembe egy szépen székelybe, domokosi viseltbe felöltözött asszony, és egy pólyás babát tartott. Úgy elgondolkoztam, hogy ez vajon merre tartott ebbe az órába. Néztem, utána néztem, és követtem, és hát éppen, hogy ott volt közel egy útszéli keresztfa, megállott. Hát, hogy is mondjam, az az áhítat, ami sugárzott az arcáról, hogy a szemével mindvégig nézte a Krisztusi arcot, és lassan lépegetett, és elmondta azt a három imát, amit a haldokló megkerítésekor mondanak, mi atyánk üdvözlégy, hiszek egy, és utána ment haza. És mellette azután tűnt fel egy másik asszony, az komasszony, a szomszédasszony, az szokott lenni, tanúval, tehát ő tanúként vett részt, hogy ez a beavató ritus megtörtént. És ami nagyon érdekes, hogy máig nem mondtak le, viszik a gyermeket a templomba reggel keresztelni, de megállnak az útszéli keresztfánál, és megkerülik, és folytatják. Azt mondják, a pap ezeket nem szereti, de mi csináljuk. A
A születéshez fűződő szokásvilág teljes megismerésére nem jutott elég időnk, de igyekeztünk néhány mozzanatát megismertetni önökkel. Aki tovább szeretné tanulmányozni az ehhez fűződő rítusokat, ajánlom, hogy olvassa el Balázs Lajos Szeretet fogott el a gyermek iránt című könyvét. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kövessenek bennünket továbbra is. A viszontlátásra!